Tisztelt ünneplő, kedves tisztelőkiek! Szent István ünnepén szeretettel köszöntök minden megjelentet. Külön köszöntöm kitüntetetteinket. Sikerült jól. Ki és ki népei vagytok? Hajad magyar népe. Ezt az énekbeli kérdést minden ünnepen fel kellene tennünk. Ki népei vagyunk? Azaz hová, kihez tartozunk? Tudjuk, hogy minden nép önazonosságát nagy történelmi személyiségei határozzák meg. Ezek között számunkra kiemelt helyet foglal Szent István király. István király, államalapítás, kenyér. Nem egyértelmű, hogy augusztus 20-án mit is kellene ünnepelni. A tűzijátékok, a falunapok, a strandprogramok, a koncertek, a kirakodások Magyarország több településén még ma is jellemzőek. De mit is ünnepünk augusztus 20-án? Szent István király napja a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbe tekintésre. Milyen magyar államot teremtettek elődeink, és ezredék után mi, mai magyarok, milyen államot szeretnénk magunknak és gyermekeinknek? 1000 esztendővel ezelőtt elődeink keresztény, független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert érezték, csak a hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, hogy a keresztény Európa talajában csak keresztény államot meggyökereztek. Független államot teremtettek, mert tudták, a függetlenségében sérült állam nem tudja ellátni legfőbb feladatát. Nem tud megfelelő védelmet és oltalmat nyújtani az országban élő magyaroknak és nem magyaroknak. Nem tudjuk István mikor született, de azt igen, hogy augusztus 15-én halt meg. A koronázás időpontja valószínűleg december 24-e, de lehet, hogy január 1 vagy augusztus 24. Az első országgyűlést, amit akkor még királyi törvénynapnak neveztek, augusztus 15-én tartották. Első királyunkat a Római Egyház augusztus 16-án adta szentté. Az ünnepi dátumot a Szent László király tette 20-ára, mert István halál után 5 nappal, 1038. augusztus 20-án, 7. Gergely pápa hozzájárulásával oltár emeltette első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté oltásával volt egyedülté. Az a bizonyos augusztus 16-ai hivatalos egyházi szentté oltás csak több mint 600 évvel később, 1686-ban történt. Így kapcsolódik össze tehát augusztus 20-a és Szent István király. István államot alapít, első királyokat ünnepeljük, az államalapítást is ünnepeljük. Ezt diktálja a logika, de nem volt ez mindig így. A 20. század derekán olyan elnyomó uralom elé alá került Magyarország, ahol az uralkodóknak több szempontból is kínosak voltak Szent Istvánhoz kapcsolódó legendák, eszmék. A kommunizmusnak nevezett diktatúra számára vallási és nemzeti tartalma miatt is kerülendő volt egyáltalán említeni, hogy 1000 éve élt itt egy férfi, független és erős államot hozott létre. Olyan erős pénzzel, amire az akkori kor Európája csak irigyelt is jogot. Mit tesz ilyenkor az elmúló rendszer? Államot alapít. 1949. augusztus 20-án kihirdeti a Magyar Népköztársaság alkotmányát, a napot pedig az államalapítás, jobban mondva, az alkotmány ünnepére nevezi el. Skizofrén helyzet, nem igaz? Az új kenyér ünnep elnevezéssel nagyobb bajban leszünk. Búza ugyanis államformától függetlenül nyáron beérik, a gazdák pedig learatják. Emiatt Magyarországon gyaranttan évszázadok óta tartanak arat ünnepeket, tájegységenként eltérő hagyományokkal, ahol a kenyeret is megsütik. Ez tény. Már a középkorban is ünnepelték az új kenyeret, csak éppen körülbelül egy hónappal, augusztus 20-án. Magyar
Földön hagyomány, hogy ilyenkor megszenteljük, megszegjük és megiszteljük az új kenyeret. Mert hitünket jelzi, bizakodás, hogy jövőre is lesz termésünk, lesz kenyerünk. De soha ne feledjük, hogy aratni csak akkor lehet, ha előtte letettünk. Ha a Földbe hullott magot fértőn vigyázzuk, ha keményen dolgozunk érte. A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók. 1989 óta újra megrendezik a Szent jogtörmenetet a Szent István bazilikánál. Az igazi rehabilitációt persze az 1991-es 8. törvény jelentette, amikor augusztus 20-át az országgyűlés hivatalos állami ünnepén nyilvánította, melyet 2012-ben életbe lépett a törvény megerősített. Tisztelt ünneplő közösség! Magyar történelemben sokféle olvasata van. Számomra mindenek előtt azt példázza, hogy mindig csak akkor sikerült felemelnünk országunkat, ha a lelkünket is sikerült felemelni. Ha élni tudtunk lehetőségeinkkel, belátva, hogy a lehetőségek kapuja csak azok előtt nyílik meg, akik előrelátó tervekkel, bátor és okos tettekkel maguk látnak hozzá álmaik valóváltásához. Szent István az idegen népek ürülében a keleti és a nyugati világ határán erős országot kívánt építeni. Megálmodott egy országot. Olyan országot, ahol egyetlen magyar alattvaló sem érezheti megnyomorgatott másodrendű embernek magát, egy másik hatalmasság árnyékában. Olyan országot, amelyben békés építő munka, értelmes alkotásaik, nem pedig kilátástalan küzdelem a mindennapi kenyerét. Olyan országot, ahol nincsenek jogaikkal kérkedő, de a kötelességeiket elhanyagoló dologban. Olyan országot, ahol az idegennek tiszteletben kell tartania a helyi hagyományokat, kultúrát, törvényeket. Olyan országot, ahol az erkölcsösséget bátran lehet jónak, az emberséget pedig ugyanilyen bátran bűnnek nevezni. És végezetül olyan országot, amely igenis tudatában van annak, semmivel sem alávaló, mint a többi európai nemzet. Hogy nem kell minden feltételnél hozzájuk inomulni és feladni a saját értékeit. Szent István királynak áldozatok és személyes tragédiák árán is ilyen országot szándékozott hátrahagyni az utódoknak. És amit emberileg meg lehetett tenni, azt meg is tette. Meggyőződésem, hogy mindezt nem is csak egyszerű emberi erővel cselekedte, hanem mennyi segítette. De az 1000 éves keresztény magyar állam a magyar nemzet közösségének nagy és maradandó alkotása is jelent. Közös alkotás, amely 1000 esztendő összes nemzedékének, az ország összes valaha volt polgárának munkájából, harcából, szenvedéséből, kudarcából, sikeréből, reményéből és akaratából szület. Vallom, hogy Magyarország közös alkotás mindannyiunk tulajdona. Most, itt a 21. század elején mi is olyan országot szeretnénk, amelyet mindenki büszkén hívhat hazájának. Ahol a munkának értéke van, ahol a ház ott van is. Ahol a családok támogatást kapnak, ahol a hit összeköt, a biztonság pedig állandó. Ha megőrizzük és megerősítjük hitünket, valamint anyanyelvünkön keresztül megélt és továbbadható önállóságunkat, akkor meg tudjuk nyerni a 21. századot. Azaz emberhez méltó természeti, gazdasági és társadalmi életfeltételeket tudok biztosítani minden magyarnak a szülőföldjén. A Kárpát-medencében szomszédainkkal együtt pedig meghaladjuk a történelmi szájkodások korszakát, hogy mindannyiunk számára biztonságot adó Kárpát-medencét és Közép-Európát teremtünk, amely nem csak az itt élő nemzetek és országaik megerősödéséhez, hanem a keresztény értékeiben erőteljesen támadott Európa önmagára találásához és újbóli megerősödéséhez is hozzájárul. Ma visszatekintve elmondhatjuk, hogy a 20. század minket, magyarokat különösképpen megpróbált. Fájdalmas történelmi csapások sorozata más, talán népesebb nemzeteket is polgosultat volna.
Ezért is mondhatjuk, 1000 év erőt adó nyugalmával kell, hogy legyen, sőt van újra magyar állam. Egy erős Magyarország állam. Az állam irányítóinak első számú feladata az kell legyen, hogy polgárait megvédje a külső káros hatásoktól, hogy felelős politikával helyzetbe hozza a magyar termelőket, vállalkozókat, cégeket, így gazdaságilag is talpra állítva az országot. Így biztosíthatjuk Szent István népének továbbélését. Magyarország évszázados sikertelenségét leginkább a hit elvesztés hozta. Tanuljunk meg tehát újra hinni. Higgyünk magunkban, higgyünk családunkban, higgyünk szomszédainkban, higgyünk munkatársaikban, higgyünk értékrendünkben. Így tudjuk országunkat, Szent István és Szent István utatartani. Isten éltesse a magyar hazát, óvja és vezesse Magyarországot, és szünket hazánkban, viszont Szent István utatartani. Köszönöm szépen a tisztelt. A Tiszadőt városért kitüntető díjak átadása következik. Tiszalök város az 57/2020-as számú határozata alapján Tiszalök városért kitüntető díjat adományoz Cicer János tiszalöki lakosnak. Cicer János születésétől kezdve tiszalöki lakos. Általános iskolai és középiskolai tanulmányait is Tiszalökön végezte. Dolgozott a tiszalöki sütőüzemben. Az 1980-as évektől együttműködött a helyi rendszerváltást igénylőkkel. 1986-tól nyugdíjazásáig a helyi általános iskolában dolgozott, innentől aktívan vett részt a helyi közéletben is. 1989. szeptember 9-én a település fejlesztése érdekében végzett eredményes munkájáért elismerésben részesítette Tiszalök nagyközség tanácsa. Háromszor indult napközis tanárként a helyi önkormányzati választáson, 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban, és a lakosság mindegyik alkalommal képviselővé választotta. Az első szabadon választott önkormányzatban jelentős szerepe volt a helyi önkormányzati rendszer kialakításában. A három ciklusban pénzügy, oktatás, ügyrend, városfejlesztés és környezetvédelem területén tevékenykedett a városért. 1992. március 6-án emlékplakettet kapott a várossá válás segítéséért. 2002-ben már nem indult az önkormányzati választásokon, elmondása szerint belefáradt a képviselői munkába, de megígérte, nem vonul ki a közéletből. Így is lett. Elkezdte megörökíteni a városi rendezvényeket és az intézményi eseményeket videón és fényképeken. Persze ezeket meg akarta mutatni a helyi lakosoknak. Ezért honlapot szervezett és üzemeltetett. Később YouTube csatornán regisztrált, majd a Facebook megalakulásával fényképeit itt helyezte el. Ezt a tevékenységét jelenleg is folytatja. Az internet segítségével azok láthatják a tiszalöki eseményeket, akik elszármaztak Tiszalökről, vagy csak egyszerűen érdeklődnek a város iránt. A városi események mellett most is segíti fotózással és videózással a tiszalöki népzenei együttest. Segíti emellett a tiszalöki református egyházközség közösségi életét is. Köszönöm szépen. Apósomnak volt egy mondása.
bármely tevékenységet végzünk, akkor lehet jó, vagy eredményes, ha Isten áldása van rajta. Ezért most kérem Isten áldását a tiszelőkiekre és a tiszelőkiek dolgozókra. Köszönöm szépen! Tiszalökváros 57-ben 2020-as számú határozata alapján Tiszalökvárosért kitüntető díjat adományoz Feror László tiszalöki lakosnak. Feror László Sátoraljaújhelyen született 1955. március 8-án. Két éves kora óta Tiszalökön él. Feleségével együtt itt nevelte fel két gyermekét, akik azóta elkerültek itthonról, de rendszeres hazajárók. A Teleki Blanka gimnáziumban érettségizett, a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán szerzett üzemmérnöki oklevelet. A tiszalöki állami gazdaságban dolgozott 16 évig, ebből 10 évet állattenyésztési főágazatvezetőként. 1993-tól gazdálkodik saját, illetve bérelt területeken, majd 2001-ben alapította meg társával az Agroszolg mezőgazdasági szövetkezetet, melynek azóta is vezetője. Közben a mezőgazdasági szakigazgatásban is eltöltött 10 évet, gazdajegyzőként, falugazdászként, agrárkamarai tanácsadóként. Ez alatt az idő alatt jó kapcsolatot épített ki a környék gazdálkodóival, Tiszalöktől Trakamazig. A mai napig szívesen segíti tanácsokkal a hozzáforduló gazdatársait. Részt vett az első, akkor még nem városnak, hanem mezőgazdasági kiállításon, szervezőként és kiállítóként is. Emlékezetes látványosság volt a struccok be, illetve hazaszállítása. Közéleti tevékenysége 2008. januárjában kezdődött, amikor bekerült az önkormányzat képviselőtestületébe. Először a Városfejlesztési Bizottságot vezette, majd 2010-től 2019-ig alpolgármesterként tevékenykedett. Igyekezett minden témakörben elkészülten állást foglalni, ötleteivel segíteni a város fejlődését. Legfontosabb eredményének a zöldváros és az ipari park projektekben való közreműködését tekintette. Közreműködött és támogatta a város oktatási tevékenységét, például elnöke volt a tiszalöki középfokú oktatásért alapítvány kuratóriumának. Támogatta a színjátszó bőr működését, a Csontvári Nemzetközi Alkotótábor tevékenységét. Amikor kellett az utcákon a hóel lapátolásban, máskor a személytelep tüzének oltásában segített a szövetkezet gépeivel. Mindig segítőkészen áll a problémák megoldásához.
következő percekben a kenyér szentelés hagyományának ceremóniája következik. A szentelést végzi Bacsó János görögkatolikus parókus, Lőrinci Mé Halászi Andrea református lelkész és Földes Gábor római katolikus plébános. Az úrvacsora szereztetésünk ére állaposolnak a korintusiakhoz írott első levele 11. részéből a 23. verstől így szól. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Könyörögjünk, mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk. Áld meg ezeket a kenyereket mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget, és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, írj alamaz! Szent uralkodó, mindenható Atya, örök Isten, kegyeskedjél megáldani ezen kenyereket szentelken áldásával, hogy mindnyájan, akik ezekből táplálkozni fognak, lelki üdvösséget, testi épséget, minden ellenséget szándék ellen hatatós védelmet nyerjenek, a mennyekből alászálló, a világnak életet és üdvösséget adó Urunk Jézus Krisztus által, veled és a Szent Lélekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindenkor s örökké. Amen. Megáldottak és megszenteltetnek ezen kenyerek, a Szent Lélek palasztja és a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében.
visszalövi népzenei együttes Szent István napi műsorát egy moldvai magyar népdallal kezdik, amelyel köszönti az ünnepre összekülteket, különösképp kitüntetjeinket. Ezt követően zarai, majd közismert alapú dalokat hallunk előadásukban. Tárogatón kísér Fekete Miklós művésztanár, a népzenei együttes művészeti vezetője Cicer